26. fejezet. Az elkövetkező 11 hét alatt ismét kettős életet éltem. Volt a külső élet, amelyről alig tudtam, és a másik, amelyet túlságosan is jól ismertem, a belső. És ebben gyakran álmodtam a sárgakártyás emberről. A külső életben ott állt fölöttem a járdán a járókeretes hölgy, Alberta Hitchinsonnak hívták. Szédi megkereste, és vitt neki egy csokor virágot, és addig rikoltozott, amíg elő nem jött a szomszéd, aki átlátta a helyzetet és hívta a mentőket, azok pedig bevittek a Parklandbe. Az orvost, aki gondjaiba vett, Malcolm Perrynek hívták, később ő közelte haldoklásába mind John F. Kennedy-t, mind Lee Harvey Oswaldot. Velem több szerencséje volt, habár az életveszély itt is fennforgott. Sérüléseim leltára a kitört fogakból, orr- és pofacsontörésből, szilánkosra hasadt baltértből, eltört jobbkarból, kifitamodott ujjakból és alhasi sérülésekből állt. Agyi károsodást is szenvedtem, és Perryt a leginkább ez aggasztotta. Később elmesélték, hogy amikor a hasamat tapogatták, felébredtem és ordítottam, de erre nem emlékszem. Meg is katétereztek, mire rögtön, ahogy a boxmeccsek közvetítői mondják, vörös bort kezdtem pisilni. Nemes szerveim először stabilnak mutatkoztak, aztán süllyedő értékeket produkáltak. Megállapították a vércsoportomat, összevetették a véradókéval, és négy egységnyi teljes vért fecskendeztek belém. Ezt, ahogy CD később elmondta, Jody lakosai százszorosan pótolták egy szeptember végi kollektív véradáson. Az esetet többször is elő kellett adnia, mivel újra és újra elfejtettem. Előkészítettek a hasműtétre, de először neurológiai konzultációt tartottak fölöttem, és gerincsapolást is végeztek. A régmúlt birodalmában nem ismerik sem a CT vizsgátot, sem az MRI-t. Azt mondták, el is beszélgettem két nővérrel, akik a gerincsapolásra készítettek fel. Elmeséltem, hogy a feleségemnek alkohol problémája van. Egyikük sajnálkozott, és megkérdezte, hogy hívják az asszonyt, mire közöltem, hogy egy Vanda nevű halról van szó, és egész kedélyesen energiáltam. Aztán újra elvesztettem az eszméletemet. A lépem úgy megrongálódott, hogy eltávolították. Miatt még ki voltam ütve, és a lépem a már használhatatlan, de nem feltétlenül létfontosságú szervek sorsára jutott. Átadtak az ortopédiának, ahol törött karomat csímbe, törött lábamat gipszbe tették. Sokan írták rá a nevéket az elkövetkező hetekben. Néha tudtam, kikről van szó, többnyire fogalmam sem volt róla. Miután a fejemet stabilizálták, folyamatosan elláttak nyugtatóval, és az ágyamat pontosan 30 fokos szögbe állították. A fenobarbitulátokat nem azért adagolták, mintha eszméletlen lettem volna, habár Szédi szerint időnként mondjogtam valamit, hanem mert attól tartottak, hirtelen magamhoz térek, és további kárt teszek magamban. Perry és a többi doki Ellerton is rendszeresen bejárt, hogy figyelje az állapotomban beálló változásokat, lényegében úgy kezelték viharvert porhüvelyemet, mint egy fel nem robbant bombát. A mai napig nem tudom pontosan, mi az a hematokrit és mi a hemoglobin, de előbb-utóbb mindkettő emelkedni kezdett, aminek mindenki örült. 3 nap múlva újabb gerincsapolásra került sor, amely régi vért mutatott ki, márpedig gerincsapolás esetén a régi jobb, mint az új. Azt jelentette, hogy bár elég jelentős agyi traumán estem át, nem kell lyukat fúrniuk a koponyámba, ami elég kockázatos eljárás lett volna. Tekintette arra, hogy a szervezetem több frontos harcba volt bonyolulva. A múlt azonban csökönyös és védekezik minden változás ellen. Kórházi felvételem után 5 nappal a lépműtét bemetszése körül vörös lett és felmelegedett a hús. A következő napon a bemetszés kinyílt és lázas lettem. Állapotom, amelyet a második gerincsapolás után válságosból komolyan minősítettek át, visszaugrott a válságosra. Korlapom szerint Dr. Perry szedelást rendelt el, és neurológiai minimális reakció képességről tettem bizonyságot. Szeptember 7-én rövid időre felébredtem, legalábbis így tájékoztattak. Az ágyam mellett ketten ültek, egy csepphelyes arcával és szétnek mondható nő, és egy öreg ember ölében cowboy kalappal. Tudod, mi a neved? Kérdezte a nő. Padentén, feleltem. Ha újra kérdi, ugyanezt mondom. Mr. J. George Paddington Epping Anderson 7 hetet töltött a Parklandben, mielőtt átszállították egy Dallas északi részén álló rehabilitációs központba. E 7 hét folyamán intravénásan kaptam antibiotikumokat,
a lépen hűt helyén berendezkedett fertőzés ellen. Törött karomon a sín hosszú gipszpójával váltották fel, amely úgy szintén megtelt ismeretlen nevekkel. Röviddel az Eden Falls nevű rehabilitációs központba való átszállításom előtt előléptettek. Hosszú gipsz helyett rövidet kaptam. Egy gyógytornász nagyjából ugyanekkor kezdte gyötörni a térdemet, hogy van amelyes szerény mozgásképességet csaljon ki belőle. Állítólag rengeteget kiabáltam, de erre nem emlékszem. Malcolm Perry és a Parkland személyzetének többi tagja megmentette az életemet, efelől semmi kétség. Ám a szándékuk ellenére elláttak egy kellemetlen ajándékkal is, amely kis ilyen végigkísérte Eden Fallsi tartózkodásomat. Ezt a másodlagos fertőzést azoktól az antibiotikumoktól kaptam, amelyeket az elsődleges fertőzés ellen pumpáltak belém. Ködösen emlékszem nagy hányásokra és azokra a végtelennek tetsző órákra, amelyeket az ágytalanulva töltöttem. Emlékszem, egyszer arra gondoltam, el kell mennem a Derry patikába, hogy Mr. Keen-től kalapektátot kérjek. De kicsoda Mr. Keen, és hol van Derry? Amikor már ismét megmaradt bennem az étel, kiengedtek a kórházból, de majd 2 hetet töltöttem már Eden Fallsban, mire a hasmenés elmúlt. Ekkor már október vége felé jártunk. Sadie, az ő nevére többnyire emlékeztem, csak néha hullott ki a fejemből, egy papírtöklámpást hozott nekem. Erre nagyon tisztán emlékszem, mert amikor megláttam, felordítottam, mintha valami létfontosságú dologról feledkeztem volna meg. Mi az? Kérdezte. Történt valami, drágám? Mi a baj? Kennedyről van szó? Kennedyvel kapcsolatban? Mind meg fogja ölni őket, kiabáltam. Kalapáccsal öli meg őket Halloween éjszakáján. Meg kell állítanom. De kit? Megfogta a kalimpáló kezem. Az arca rémült volt. Kit kell megállítanod? Erre azonban már nem emlékeztem, és elaludtam. Rengeteget aludtam, és nem csak a lassan gyógyuló fejsérülés miatt. Kimerült voltam, csak árnék a korábbi önmagamnak. A megveretés napján 97 kilót nyomtam. Mire a kórházból Eden Fallsba kerültem, a súlyom 69 kiló volt. Ilyen külső életet élt hát Jake Epping, egy ember, akit csúnyán összevertek, és a kórházban majdnem ott hagyta a fogát. Belső életem csupa feketeség volt, amelyből hangok és villámlásszerű tudatfoszlányok emelkedtek ki. Ez utóbbiak csak nem megvakítottak ragyogásukkal, hogy aztán, mielőtt fényítni a környezetükről is képet alkothattam volna, eltűnjenek. Többnyire sötétben botorkáltam, de azért egyszer-egyszer megtaláltam magam. Időnként például pokoli melegen volt, és egy nőt etetett jégszilánkokkal, mennyi ilyen hűs ízük volt. Ez volt a sepphelyes nő, aki néha-néha szédi volt. Vagy a szoba sarkában álló szobavécén kötöttem ki, de hogy kerültem oda, arról sejtelmem sem volt. Literszámra szabadultam meg a híg perzselő szartól, és közben viszketett és ütetett az oldalam, üvöltött a térdem. Emlékszem, azt kívántam, bárcsak ölne meg valaki. Vagy épp az ágyból próbáltam kimászni, mert valami rettentő fontos elintézni valóm volt. Úgy éreztem, az egész világ sorsa múlik azon, hogy elintézem-e. Ott volt a cowboy kalapos férfi is. Megfogott, és mielőtt a földre zuhantam volna, visszasegített az ágyba. Még nem, fiam, mondta. Még nem vagy elég erős hozzá. Vagy éppen tárgyaltam, illetve tárgyalni próbáltam, 2 egyenruhás rendőrrel, akik ki akartak hallgatni az elszenvedett alapos veréstől. Egyik névkártyáján Tipit állt. Szerettem volna felvilágosítani, hogy veszély fenyegeti, és megpróbáltam felhívni figyelmét november 5-ére. A hónap stimmelt, de a napot eltévesztettem. Nem jutott eszembe a helyes dátum, és tehetetlenül ütögettem azt az ostoba fejemet. A 2 zsarú értetlenül nézett össze. Az, aki nem volt Tipit, nővért hívott, a nővér pedig orvost is hozott magával. Kaptam egy injekciót, és elúsztam. Hogy hallgattam Sadie-t, aki először a Lidérc fényt, majd az egy tiszta nőt olvasta fel nekem. Ismertem ezeket a regényeket, és megnyugtató volt újra hallani őket. Valahol az egy tiszta nő egy pontján felérhetett bennem valami. Elintéztem, hogy teszik a Coltrop békén hagyja minket. Sadie felnézett. Jessica-ra gondolsz? Jessica Coltropra? És hogy sikerült? Emlékszel rá? De nem emlékeztem. A kép szétfoszlott. Vagy elnéztem Sadie-t, ahogy könnyezve áll a kis ablakomnál, és kinéz az esőbe. A többnyire azonban sötétben botorkáltam. A cowboy kalapos férfi dík volt, de egyszer a nagypapámnak hittem, és ez csúnyán megijesztett,
Mert Epping nagyapus már meghalt, és... Epping? Igen, ez a nevem. Ragaszkodj hozzá, buzdítottam magam, de eleinte nem sikerült. Néhányszor meglátogatott egy pirosra rúzsozott idős asszony. Néha ürémlett, Miss Miminek hívják, máskor Miss Ellie-nek hittem, és egyszer biztosra vettem, hogy Irene Ryan az, aki a Beverly Hillbillies-ben Clampett nagyit játszotta. Elmondtam neki, hogy a mobilomat egy tóba dobtam. Most együtt alszik a halakkal, pedig hogy kéne nekem az anyavajás? Jött egy fiatal pár is. Nézd csak, ez meg Mike és Bobby Jill. Mike Coleslaw, mondtam. Forró miszteré, mosolygott a fiatalember, de közben egy könycsepp futott le az arcám. Később, ha Sadie és Dick Eden Fallsba jött, leültek velem a heverőre. Sadie egyszer megfogta a kezem, és azt kérdezte. Hogy hívják azt az ember, Jake? A nevét soha nem mondtad meg. Hogyan tartóztathatnánk fel, ha nem tudjuk, hogy kicsoda, vagy hogy hol lesz? Meg fogom állítani, jelentettem ki. Az erőlködéstől megfájdult a fejem hátsó része, de ettől csak még jobban igyekeztem. Meg fogom állítani. Egy suszter bogarat se tudnám megállítani, ha mi nem segítünk, közölte Dick. De Sadie túl jó szívű volt, és Dick túl öreg. Csak kár, hogy Sadie fecsegett Dicknek. Ám bár ez nem okozott problémát, mert Dick úgysem hitt az egészben. Majd megállít a sárga kártyás ember, ha beleártad magad, mondtam. Én vagyok az egyetlen, akit nem tud megállítani. Sadie előrehajolt és megfogta a kezem. Ki az a sárga kártyás ember? Kérdezte. Arra nem emlékszem, de engem nem állíthat meg, mert nem tartozom ide. Csak hogy ő, vagy valami más mégis megállított. Dr. Perry azt mondta, az amnéziám csak felületes és átmeneti, és igaza volt, de csak egy bizonyos határig. Ha túl erősen próbáltam felidézni a legfontosabbakat, a fejem iszonyúan fájt, sántikálás helyett csak támolyogtam, és a látásom elhomályosodott. A legrosszabb az volt, hogy egyre másra minden átmenet nélkül elaludtam. Sadie megkérdezte Dr. Perryt, hogy narkolepsziáról van-e szó. Az orvos ezt nem tartotta valószínűnek, de szerintem gondterhetnek látszott. Ha szólítja vagy megrázza, felébred? Mindig, felelte Sadie. Gyakrabban fordul elő, ha felizgatta magát, mert valami nem jut eszébe. Sadie erre is igennően válaszolt. Akkor egész biztos, hogy el fog múlni, párhuzamosan az amnézia elmúlásával. Végül, lassan, lépésről lépésre, belső világon kezdett összeolvadni a külsővel. Jacob Eppingnek hívnak, tanár vagyok, és valami úton módon időutazást tettem a módba, hogy megakadályozzam Kennedy elnök meggyilkolását. Az elképzelést eleinte megpróbáltam elvetni, de túl sokat tudtam a közbelső évekről, és ezeket a mérföldkövek nem látomások voltak, hanem valódi emlékek. A Rolling Stones Clinton vádló elhelyezése, a lángokban álló világkereskedelmi központ, Avery Christie az én bajba jutott és bajkeverő ex-feleségem. Egy este, mi a Sadie-vel kombátot néztük, eszembe jutott, mit tettem Frank Dunninggal. Sadie, mielőtt Texasba érkeztem, megöltem egy embert. Egy temetőben történt. Az egész családját ki akarta írtani. Tátott szájjal nézett rám, a szeme kitágult. Kapcsolt ki a tévét, mondtam. A Saunders őrmestert játszó színészt, a nevén nem jut eszembe, le fogja fejezni egy helikopterszárny. Kérlek, zárd el, Sadie. Engedelmeskedett, aztán letérdelt hozzám. Ki fogja megölni Kennedyt? És hol fog történni? Mindent megkíséreltem, és nem is aludtam el, mégsem jutott eszembe. Mainből Floridába mentem, erre emlékeztem. A Ford Sunlinerrel prima kocsi volt. Floridából tovább mentem New Orleansba, és New Orleans után érkeztem Texasba. Emlékeztem, hogy óránként 70 mérföldet tettem meg a 20-as autópályán, és amikor átkeltem az államhatáron, a rádióból éppen az Earth Angel szólt. Emlékeztem az útjelző táblára, üdvözlünk Texasban, és egy plakátra, ami Sonny B. Barbecue-ját reklámozta. Ez követően lyukas a film, másfelől emlékek szivárogtak elő arról, ahogy Jodie-ban éltem és tanítottam. Szépségesek is, ahogy szüngeltem Sadie-vel, ahogy feküdtünk egymás mellett a gyertyafény bungalókban. Sadie elmondta, hogy Fort Worthben és Dallasban is laktam, de hogy hol, azt nem tudja, mindössze két telefonszáma volt, és már egyik sem működött. Én sem tudtam, hol lakhattam, már lerengett, hogy az egyik kégli a Cadillac utcán lehetett. Sadie után nézett a város térképen, és közölte, hogy Cadillac utca egyik városban sem létezik. Én már egész sok dologra emlékeztem, csak éppen a gyilkos nevére nem.
mint ahogy a merénylet színhelye sem jutott eszembe. Hogy miért nem? Mert a múlt az a konok, és eltitkolt előlem. A gyilkosnak gyereke is van, mondtam. Azt hiszem, Aprilnek hívják. Jake, most kérdezek valamit. Lehet, hogy dühös leszel, de mert ezzel rengeteg múlik, ahogy te mondod, az egész világ sorsa, muszáj megkérdeznem. Csak rajta. Úgy éreztem, semmi olyat nem kérdezhet, ami felbosszanthat. Nem hazudsz nekem? Nem, feleltem, és ez így is volt. Akkor. Megmondtam Dicknek, hogy fel kellene hívnunk a rendőrséget. Erre mutatott nekem egy cikket a reggeli hírekben. Ez szerint már 200 halálos fenyegetés hangzott el, és özöllenek a tippek a potenciális gyilkosról. Azt mondja, mind a Dallas-i és Fort Worth-i jobb oldal, mind a San Antonio-i bal oldal azon van, hogy Kennedy-t elrettentse Texas-tól. Azt is mondja, hogy a Dallas-i rendőrség minden fenyegetést és tippet továbbít az FBI-hoz, amely a kis ujját sem mozdítja. Szerinte egyetlen ember van, akit J. Edgar Hoover jobban gyűlöl, mint JFK-t, és az Bobby, az öccse. Nem nagyon érdekelt, ki gyűlöl J. Edgar Hoover. Hiszel nekem? Igen, mondta Sadie, és sóhajtott. Vic Morrow tényleg meg fog halni? Ez az, valóban így hívták. Tényleg? Mi alatt a kombatot felveszik? Nem, egy filmforgatás közben. Sadie könnyekben tört ki. Te nehogy meghalj nekem, Jake. Nagyon kérlek. Én csak azt szeretném, hogy meggyógyulj. Gyakran álmodtam rosszakat. A helyszínek változtak. Néha egy elhagyatott utca volt, amelyik hasonlított a Lisbon Falls-i fő utcára. Máskor a temető, ahol Frank Dunningot lelőttem. Időnként Andy Callum a Creep Phenomén konyhájában eltudott az álom, de a legtöbbször El Templeton bisztrója volt a helyszín. Az egyik boxban ültünk, és a hírességek faláról lenéztek ránk a fényképek. Al beteg volt, tulajdonképpen haldoklott, de a szeme szenvedélyesen izzott. A sárga kártyás ember a múlt csökönyösségét testesíti meg, közölte el. Ezt ugye tudod? Igen, ezt tudtam. Azt hitte, belehalsz a verésbe, de túlélted. Azt hitte, belehalsz a fertőzésekbe, de túlélted azokat is. Most elfeladza az emlékeket, mármint a létfontosságukat, mert ez az utolsó reménye, hogy megállítson. Hogyan tehetné, amikor meghalt? Áll a fejét rázta. Nem, én haltam meg. De hát kicsoda, micsoda ő? Hogyan élhet újra? Hiszen elvágta a saját torkát, és a kártya fekete lett. A saját szememmel láttam. Na, nem tudom, cimbora. Csak annyit tudok, hogy ha nem vagy hajlandó megállni, ő sem állíthat meg. Vissza kell szerezned azokat az emlékeket. Akkor segíts, kiáltottam, és megragadtam karomszerű kezét. Mondd meg, hogy hívják a fickót. Chapmannek? Nelsonnak? Mindkét név megpendít valami ismerős húrt, de egyik sem az igazi. Te rántottál bele ebbe az egészbe, úgyhogy segítened kell. Az álomnak ebben a pillanatában el már nyitná a száját, bár sárga kártyás ember közbelép. Ha a fő utcán vagyunk, a zöldmezőből vagy a Kennelberg gyümölcsöboltból jön ki. Ha a temetőben, egy nyitott sírból emelkedik ki, mint George Romero valamelyik filmében a zombi. Ha a bisztró a színhely, kivágódik az ajtó. A kártya, amelyet puha kalapjának szalagjába tűzött, olyan fekete, mint egy négyszögletű lyuk a világ anyagában. Halott és oszlásban van a teste. Őskori felöltője csupa penész volt. Szemürege hemzseg a kukacoktól. Nem mondhat el semmit, mert ma minden dupla annyiba kerül, süvölti a sárga kártyás ember, akiből immár fekete kártyás lett. Visszafordulnék Alhoz, csak hogy Alból csontváz lett, fogai közé ékel cigarettával, én pedig verítékben úszva felébredek. Nyúlik az emlékekért, de azok nincsenek sehol. Dick elhozta a közelgő Kennedy látogatásról szóló újságcikkeket. Abban a reményben, hogy valamit meglazítanak bennem. Ez azonban elmaradt. Egyszer, amikor a heverőn feküdtem, éppen valamelyik váratlan szendergésből ébredeztem, hallottam, hogy két leggyakoribb látogatóm megint arról vitázik. Értesíteni kell a rendőrséget. Dick azt mondta, hogy egy névtelen tippen nem foglalkoznának, ha viszont nevet is megadunk, mind bajba kerülünk. Nem érdekel, kiáltotta Sadie. Tudom, hogy Dillisnek hiszi, de mi van, ha igaza van? Hogy érzi majd magát, ha Kennedy Dallasból egy ládában tér vissza Washingtonba? Ha bevonja a rendőrséget, kedvesem, ők Jake-re fognak összpontosítani, és maga szerint New Englandben embert ölt, mielőtt idejött. Sadie, ezt igazán nem kellett volna elmondanod. Sadie nem vitázott tovább, de nem is adta fel.
Néha a meglepetés hatásában bízva próbálta kiszuszakolni belőlem a közlést, mint ahogy állítólag a váratlan ijesztés megszünteti a csuklást. De nem vár be ez sem. Hát mit kezdjek veled? Kérdezte. Fogalmam sincs. Próbálj valahogy máshonnan közelíteni a megoldáshoz. Lopakodj felé kerülő úton. Megtörtént. Azt hiszem, a fickó a hadseregben vagy a haditengerészetnél szolgált. Megdörzsöltem a koponyám hátsó részét, amely ismét csajogni kezdett. De lehetett a kereskedelmi tengerészet is. A francba, a Kriszti, nem tudom. Szédi, Jake. Szédi vagyok. Hát nem azt mondtam. Megrázta a fejét, és mosogni próbált. 12-én a veteránok napját követő kedden a reggeli hírek hosszú vezércikket közölt a küszöbben álló kajádit látogatásról, és arról, amit ez az esemény városnak jelent. A lakosság döntő többsége a jelek szerint készen áll, hogy kitárt karral fogadja a fiatal és tapasztalatlan elnököt, hangzott a cikk. Az izgalom egyre fokozódik, természetesen az sem árt, hogy szépséges és karizmatikus felesége is vele tart. Ma éjjel is álmodta a sárgakártyás emberről? Kérdezte Szédi, amikor belépett hozzám. A hétvégét Jodie-ban töltötte, elsősorban azzal, hogy a növényeit öntözze, és, ahogy mondta, kitűzze a zászlót. Megráztam a fejem. Édesem, te sokkal több időt töltesz itt, mint Jodie-ban, jegyeztem meg. Tulajdonképpen mi a státusod? Mizeli átsorolt részfoglalkozásúaknak, de meg vagyok. Majd ha veled megyek, ha elmegyünk, úgyis csak szemnél üthetem. Levette rólam a tekintetét, és rágyújtással foglalatoskodott. Túl sokáig piszmogott azzal, hogy a cigarettát a kávézó asztalhoz ütögesse. Majd a gyufával babráljon, és a látvány lehangoló volt. Immár Szédi is kételkedik. Megjósoltam, hogy a rakétaválság békésen végeződik. Tudtam, hogy Tigris Dick az 5. menetben alul marad, de neki továbbra is megvannak a kétségei. Nem is hibáztattam érte. Fordított helyzetben én is kételkedtem volna. Aztán egyszer csak felderült az arca. És van egy baromi klassz helyettesem. Fogadjunk, hogy tudod, kicsoda. Elmosolyodtam. Csak nem. De a név nem jutott eszembe. Magam előtt láttam az idő barázdát, a napégette arcot, a kabaly kalapot, a zsinór nyakkendőt, de ezen a keddi reggelen a többi kiesett. A fejem egyre jobban fájt, ott, ahol a padlónak csapódott, de miféle padlónak, miféle házban? Feneketlenül kétségbejtő volt, hogy nem tudtam. 10 nap múlva itt lesz Kennedy, és nekem még az öreg Muki kibaszott neve se jut eszembe. Ne add fel, Jake. Hiszen igyekszem, Szédi, igyekszem. Várj egy kicsit, van egy ötletem. Letette parázsló cigarettáját a hamutartó egyik vállatába, és kiment, becsukva maga mögött az ajtót. Amikor kinyitotta, komikusan rekettes és mély hangon tette fel a kérdéseket, amelyek az öreg Muki minden látogatás kezdetén előállt. Hogy vagyunk ma, fiú? Eszel rendesen? Dick, mondtam. Dick Simmons. A felesége Mizmi mi volt, aki meghalt Mexikóban. Emlékülést tartottunk a tiszteletére. A fejfájás eltűnt. Csak így hip-hop. Szédi tapsolt és odaszaladt hozzám. Hosszú finom csókot kaptam. Na látod, mondta, amikor elhúzódott. Meg tudod csinálni. Még nincs késő. Hogy hívják, Jake? Hogy hívják azt az eselős nyomoroncot? Hiába, nem jutott eszembe. November 16-án a Times Herald közé tette Kennedy autós motoros konvojának útvonalát. A Luffield-től indult majd, és a kereskedelmi székháznál ér véget. Ott az elnök beszédet fog mondani a Dallasi Polgári Tanács és annak meghívott vendégei előtt. Beszédének névleges célja az volt, hogy üdvözölje a végzettek kutatópontjának megalakulását, és gratuláljon a városnak az elmúlt évtizedben elért gazdasági fejlődésért. A Times Herald azonban örömmel tájékoztatta azokat, akik még nem tudták, hogy szintiszta politikáról van szó. Texas 1960-ban Kennedyhez csatlakozott, de a 64-es eredmény ingatagnak ígérkezett, annak ellenére, hogy Kennedy egy derék texasi emberrel fut párban. A cinikusok még mindig földindulás Lindonnak nevezik az alelnököt, utalva 1948-as szenátori indulására, arra a meglehetősen gyanús önetre, amelyet 87 szavazattal nyert meg. Jó, ez az önvíz előtti história volt, de tartósan rajta ragadt csúfnév sokat elárult a texasiak iránt a táblát vegyes érzelmeiről. Kennedy és persze Jackie feladata az volt, hogy támogassa a földindulás Lindont és John Connally texasi kormányzót a hírek fertőzelésében.
Ezt nézd meg, mondta Szédi, és végighúzta új a hegyét az útvonalon. A főutca véget nem érő tömbjei. Aztán Houston utca. Végig csupa toronyház. Vajon a főutcán fog várakozni a pofa? Nem tehet más, nem gondolod? Alig figyeltem oda, mert valami mást fedeztem fel. Nézd csak, Szédi, a konvoj a Teknés Páncél búváron is végigmegy. Szédi szeme felézott. Ott fog történni? Kételkedve ráztam a fejem. Nem valószínű. Valamit azonban tudtam a Teknés Páncél búváról. Valamit, aminek köze volt az emberhez, akit fel kellett tartóztatnom. Ahogy ezen töprengtem, valami a felszínre betődött. El akarta dugni a puskát, hogy később visszajöjjön érte. Hol akarta eldugni? Nem számít, mert ez már megtörtént. Ez a rész a múlthoz tartozik. Eltakartam az arcom, mert a helyiségben egyszer csak túl világos lett. Most ne ezen, ne gondolkodj ezen, mondta Szédi, és elrantotta előlem az újságot. Lazíts, különben megint megfájdul a fejed, és szedheted a tablettát, amitől olyan szétfolyó leszel. Igen, tudom, mondtam. Kávéra van szükséged. Egy jó erős kávéra. A konyhába ment, hogy elkészítse. Mire visszajött, már hortyogtam. Majdnem 3 órát aludtam át, és még tovább időztem volna Szundi földön. A Szédi fel nem ráz. Mielőtt Dallasba tértél, mire emlékszel utoljára? Épp ez az, hogy semmire. Hol laktál előtte? Szállodában? Autószállóban? Vagy szobát béreltél? Egy pillanatra a ködös emlék úszott el előttem, egy udvar sok ablakkal. Portás is volt? Talán. Aztán eltűnt. A fejfájás újra belobbant. Nem tudom. Összesen arra emlékszem, hogy a 20-as úton hajtottam át az államhatáron, és egy grill reklámot láttam. De akkor még mérföldekre voltam Dallastól. Értem, de ilyen messzire nem kell visszamennünk, mert ha 20-ason voltál, akkor ott is maradtál. Az órájára pillantott. Ma már késő, de holnap elmegyünk egy vasárnapi kocsikázásra. Nem lesz semmi haszna, de azért felszikrázott bennem a remény. Szédi éjszakára velem maradt, és másnap reggel elhagytuk Dallast a helyiek által lépesmész útnak nevezett keletre, Louisiana felé tartó autópályán. A Chevy Szédi vezette, és amióta a beszorú gyújtás kapcsolót kicserélték, erről így gondoskodott, nem is volt vele semmi baj. Egészen Tennelly-ig hajtott, majd letért a 20-asról, és megfordult az út melletti templom földes, kátyúval teli parkolójában. A templomot a fonnyat gyepen álló hirdető táblája szerint a megváltó vérének hívták. Az elnevezés alatt üzenet is állt, fehér ragasztós hátúbetűkkel. Hallottad-e már az üdvözítő halk szavát? Kérdezte volna az üzenet, de néhány betű leesett. És csak ennyi maradt. Hallottad-e már az üdítő álszavát? Szédi némi szorongással nézett rám. Tudsz majd hajtani visszafelé, szívem? Ebben nagyjából biztos voltam. Az út egyenes, a Chevy automata volt. A merev ballábamat nem is kell használnom. Csak egy a bibi. Szédi, szóltam meg, amikor augusztus óta először helyezkedtem el a kormány mögött, és az ülést a lehető leghátrább döntöttem. Igen? Ha elalszom, fogd meg a kormányt, és forgasd el a kulcsot. Szédi idegesen mosolygott. Mik nem jutnak eszedbe? Körülnéztem, szabad az út. Kihátráltam a parkolóból. Először nem mertem sokkal 45 fölött menni, de így vasárnap délben jóformán miénk volt az egész stráda. Kezdtem felengedni. Ne gondolj semmire, Jake. Ne akarj emlékezni, csak hagyd, hogy minden magától jöjjön. Bárcsak meg volna a Sunlinerem, mondta. Tegyél úgy, mintha a Sunliner volna, és engedd, hogy oda menjen, ahová akar. Jó, de semmi de? Nagyon szép nap van, új fáros felé közeledsz, és nem kell izgulnod Kennedy meggyilkolása miatt, mert az még messze van, még évek vannak addig. Valóban szép nap volt, és nem is aludtam el, bár elég fáradt voltam. A verés óta nem voltam ennyit a szabadban. Gondolataim visszatértek ahhoz a kis útmenti templomhoz. Bizonyára feketék látogatják, akiknek ajkán úgy szárnyalnak a zsoltárok, mint fehérek között soha, és hallelujázva az Urat dicsőítve algatják az üdítő alszavát. Közben Dallasba értünk. Hol balra, hol jobbra kanyarodtam. Valószínűleg inkább jobbra, mivel a bal karom még gyenge volt, és ha arra fordultam, még a szervókormány ellenére is fájdalmat éreztem. Hamarosan eltévedtem a mellék utcákban. Mit tagadás, eltévedtem, gondoltam. Kell valaki, aki útba igazít, mint az a srác New Orleansban, a Moonstone Hotel felé.
Csak hogy nem Winston volt a neve, hanem Monteleone. És a szállodát, amelyben Dallasból érve megszálltam, úgy hívták, hogy... Egy pillanatra azt hittem, ez a név is kisiklik a kezemből, ahogy néha Sadie, még Sadie nevét is elfejtettem. De aztán megadtam a portást, és a Commerce utcára néző csillogó ablakok sorát, és a tantusz leesett. Az adófuszálóban laktam. Igen. Mert közel volt a... Ez már kiesett. Nem úrjámnak ez a része, még el volt torlaszolva. Drágám, jól vagy? Igen, feleltem. Miért? Mintha összerándultál volna. Csak egy kicsit begörcsölt a lábam. Semmi nem ismerős? Nem, semmi. Sadie felsóhajtott. Újabb ötlet múlt ki. Jobb lesz, ha visszamegyünk. Akarod, hogy én vezessek? Talán okosabb lesz. Átcsantikáltam az utasülésig. Adófusszálló, ez járt a fejemben. Ha majd Edenfalls-ban leszel, írd meg, nehogy elfelejtsd. Amikor visszaértünk a háromszobás, rámpákkal felszerelt szélszerű kis lakóegységbe, ahol ott állt a kórházi ágy, és a WC-t mindkét oldalon fogantyúkkal látták el, Sadie azt mondta, kis időre le kellene feküdnöm. És vegyél be egy tablettát is. Átmentem a hálószobába, levettem a cipőt, lassú művelet volt, és lefeküdtem. Tablettát azonban nem vettem be. Világosan akartam gondolkodni. Muszáj volt, hogy mostantól tiszta legyen a fejem. Kennedyt és Dallas már csak 5 nap választotta el egymástól. Azért lakta az adófuszállóban, mert közel volt valamihez. De mihez? Nos, közel volt az autós motoros konvojnak az újságban közzétett útvonalához, miáltal a választék leszűkül, poton 2000 épületre. Nem szólva a szobrokról, emlékművekről, falakról, amelyek mögött a feltételezett orrlövész elrejtőzhet. Hány sikátor van az útvonal mentén? Több tucat. Hány felüljáró, ahonnan akad általánul vehetők célba az átkelőhelyek a nyugati Mockingbird közben, a Lemon úton, a Technős Park bulváron. A konvoj mindezeket érinti. Hány hasonló van még a főutcán és a Houston utcán? Vagy a személyére kell visszaemlékezned, vagy a helyre, ahonnan lőni fog. Ha a kettő közül az egyik felötlik benned, eszembe jut a másik is. Ezzel tisztában voltam. De gondolataim egyre visszakanyarodtak ahhoz a templomhoz, a 20-es úton, ahol megfordultunk. A megváltó vére a lépesméz utcrádán. Kennedyben sokan láttak a megváltót. Eltemploton mindenképpen. Ő... A szemem kitágult és elállt a lélegzetem. A másik szobában megszólt a telefon. Hallottam, ahol Céli beleszól. Halkan beszélt, mivel azt hitte alszom. Az üdítő alszava. Eszembe jutott a nap, amikor Sadie teljes nevéből elmosódott egy rész. Így csak a Doris Dunn-t láttam. Ilyen méretű összecsengést érzékeltem most is. Behunytam a szemem, és magam elé képzeltem a templom hirdetőtábláját. Aztán elképzeltem, hogy a kezemmel eltakarom az üdítő betűket. Maradt két szó. Álszava. Álljegyzetei. Hiszen füzet megvan. De hol? Hová tettem? Kinyílt a hálószoba ajtó. Sadie nézett be. Alszol, Jake? Nem, feleltem. Csak pihenek. Eszedbe jutott valami? Nem, sajnálom. Még van idő. Igen, nap mint nap új dolgokra emlékszem vissza. Dick volt az, drágám. Valami bacillus cirka az iskolában, és ő is elkapta. Azt kérdezte, be tudnék-e menni holnap és kedden. Sőt, talán szerdán is. Menj csak, mondtam. Ha nem mész, megpróbál mindent maga intézni. És már nem 20 éves. A fejemben két szó gyulladt fel, és hunyt ki, mint a bárók neonja. Álszava, álszava, álszava. Sadie leült mellém az ágyra. Komolyan gondolod? Nagyon jól megleszek. Társaságban sem lesz hiányom. Ne felejtsd el, hogy holnap jönnek a körzeti nővérek. A Dallas körzeti bejáró nővérek legfőbb feladata esetemben az volt, hogy ellenőrizzék, nem őrjönök-e, mert az arra utalhat, hogy mégis vérzik az agyam. Hát jó, 9-kor. Benne a naptárban, ha netán elfelejtenéd. És Dr. Ellerton, idél nevédre, emlékszem. Ez jó, Jake, nagyon jó. Azt mondta, hoz magával a szendvicseket, és tejturmixot. Fel akar hízlalni. Rád is fér? És szerdán kezelés. Délőtt a lábamat, délután a karomat vonják kínpadra. Nem szívesen hagylak magadra, amikor ilyen közel a... Hisz, tudod? Ha valami eszembe jut, felhívlak. Megfogta a kezem, és olyan közel hajolt, hogy éreztem a parfümjét, és leheletének enyhe dohányízét. Ígéred?
Hát persze. Legkésőbb szerdán este itt leszek. És a csütörtökön se tud bemenni, nincs mese, a könyvtár zárva marad. Nem lesz semmi bajom. Könnyű búcsúcsok után, már indulóban visszafordult. Már-már azt remélem, hogy Dietnek igaza van, és az egész csak képzelődés. Mert nem bírom elviselni a gondolatot, hogy tudunk mindent, és talán mégsem fogjuk tudni megakadályozni. Hogy csak ülünk a nappaliban, és nézzük a tévét, amikor egy ember eszembe fog jutni. Komolyan, Jake? Muszáj. Szédi bolintott, de a leengedett sötétítők ellenére is láttam arcán a hitetlenséget. Még megvacsorázhatunk, mielőtt elmegyek. Te csak hunyd le a szemed, hadd tegye a dolgát az a tabletta. Aludj egy kicsit. Lehúnytam a szemem, de biztosra vettem, hogy úgysem alszom el. És ez így is van rendjén, mert gondolkodnom kell alszaván. Kis idő múlva éreztem, hogy valami fű. Finom szaga volt. Amikor a kórházból kijöttem, még mindig 10 percenként hájtam vagy kakáltam. Minden szaktól undorodtam. Most már jobb volt a helyzet. Lassan elkábultam. Láttam állt, ahogy szemben ül velem a bisztró egyik boxában, papírs üvegét a bal szemöldöke felé billentve. Kisvárosi fejesek fényképei néztek le ránk, de Harry Dunning már nem volt a falon. Őt megmentettem. Még az is lehet, hogy másodszorra Vietnámtól is megmenekült. Ezt persze nem lehetett kideríteni. Ugye még most is visszatart cimbora? Kérdezte el. Igen, még mindig. De már közel vagy. Nem elég közel. Fogalmam sincs, hová tettem azt a kurva füzetedet. Valami biztos helyre. Ez nem szűkíti le az opciókat? Takadó választ akartam adni, de aztán az eszembe villant. Alszava biztonságban van. Teljes biztonságban, mert... Kinyitottam a szemem, és hosszú heteknek érződő idő óta először húzódott széles mosolyra a szám. A füzet egy bankszéfében van. Kinyílt az ajtó. Éhes vagy? Melegen tartottam. Mi van? Jake, több mint 2 órát aludtál. Felültem, és a föld felé lenítettem a lábam. Akkor együnk.